Köszönjük, megváltó Úrunk, hogy sokféle nyomorúságunk között is dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy a menny előízéből sok mindent éreztetsz a benned hívőkkel. Köszönjük, hogy egyszer-egyszer mi is úgy éreztük már, hogy annyira közel engedtél magadhoz, mintha a mennyben volnánk. És köszönjük, hogy nem is mintha, mert ahol a te jelenléted valóság, ott a mennyből jelenik meg valami. Bocsáss meg, hogy pokollá tettük ezt a földet. Könyörülj rajtunk, hogy a sok pokoli nyomorúság között is hadd tudjunk ragaszkodni hozzád. Erősítsd bennünk azt a reménységet, hogy noha most hitben járunk, de egyszer majd látásban, és megláthatunk téged is színről színre, úgy, amint vagy. Kérjük tőled most is a te igéd világosságát, kérünk, hogy ezekben a vitatott és sokszor előttünk homályos kérdésekben engedd értenünk, ami érthető, és hittel megragadnunk, amit a hitünk számára mondtál el. Amen. Egyelőre egy rövid igét olvasok a Máté evangélium a 25. részéből, a 31-től 34-ig terjedő verseket, meg majd még egy verset. Ezt most csak azért, hogy lássuk, hogy Jézus milyen határozottan beszélt arról, hogy menny és pokol. Ez a mostani témánk. Máté 25:31. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. És a 41. versben van szó a pokolról. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre. Jézus tehát néhány alkalommal beszélt arról az országról, ami öröktől fogva a választottaknak készítetett, és ahova elhívja majd a pogány népek közül is, itt a népek ezekre vonatkozik, azokat, akiknek ő ott helyet készített a világ kezdete óta. És lesznek, akiket pedig elküld abba országba vagy állapotba, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett, és őnekik is ott lesz majd a helyük. Tehát szó erről a Bibliában, de nem túl sok szó esik róla. Ezért is van talán az, hogy kevés bibliai tanítással kapcsolatban terjedt el olyan erőteljes tagadás és olyan színes fantáziálás, mint a menny és a pokolról szóló bibliai tanítással kapcsolatban. Vannak, akik eleve tagadják, ezen bölcs megállapítás alapján, hogy amit nem látok, az nincs, és ez a számukra nem létezik, és vannak, akik megeresztik a képzelő erejüket, főleg művészek, és aztán festettek elképesztő ábrázolásokat nem létező dolgokról, és írtak róla olyan csodálatos műveket, mint Dante isteni színjátéka, szintén a Bibliától távol álló dolgokról. És vannak, akik úgy gondolják, hogy olyan a menny és a pokol. A Biblia nagyon visszafogottan beszél erről,
én is meglepődtem, hogy milyen kevés anyagot lehet ezzel kapcsolatban találni. Isten erre az életre vonatkozólag mond nekünk sok tanácsot, útmutatást, segítséget. Röviden elmondja az ige, hogy mi vár azokra, akik Jézust követik az élet útján, mi vár azokra, akik a széles úton maradnak meg mindvégig, de a részleteket nem tartja szükségesnek közölni. Minden esetre egész sor szópárt lehet összeállítani, és jó, ha tudjuk, hogy ez mind szinoníma, mind azonos jelentésű szó, menny és pokol. Mennyek országa és a gonosz országa. Isten országa az ugyanaz, mint a mennyek országa és a menny. Üdvösség, kárhozat. A mennyek országát, az üdvösséget paradicsomnak is nevezi egy-két helyen az Új Szövetség. Egész röviden és summásan azt mondhatjuk, és tulajdonképpen ennél többet nem is kellene erről beszélni, hogy a pokol az az Istentől elszakított állapot. A menny meg az Isten közelsége, ahol az ő úrsága, uralma, országa megvalósul. Aki ennyit tud, az majdnem minden tud a mennyről és a pokolról. A menny az, ahol Isten uralma érvényesül, s azok vannak a mennyben, akik tudatosan engedelmeskedni akarnak Isten uralmának. A pokol meg az, ahol tudatosan visszautasítják, vagy ellenállnak Isten uralmának, ahol még mindig azt képzeli az ember, hogy a maga ura, és az is akar lenni, és közben nem veszi észre, hogy az ördög rabságában szenved. Ez a pokol. Éppen ezért mind a menny, mind a pokol már ezen a földön is megvalósul. Én többször tapasztalom azt családlátogatás során, hogy amikor kijövök valahonnan, szinte összerázkódom, hogy ez maga a pokol. Itt keresztbe kasul mindenki, mindenkire haragszik, gyűlöli, tele van engesztelhetetlen keserűséggel, sérelmekkel, akárkiről volt szó, csak rosszat tudtak mondani mindenkiről, pedig olykor, ha körülnézek, úgy tűnik, hogy jó módban élnek, és mégis elégedetlenek, követelőzők, minden rossz. És többször voltam olyan helyen is Isten kegyelméből, ahol egy kis mennyországban éreztem magamat. Sokszor anyagi szegénység vagy szerény körülmények között is elégedettek, vidámak, hálásak, szeretik egymást, szerették a jövevényt, aki egy rövid ideig ott tartózkodhattam. Olykor ők maguk javasolták a végén, hogy imádkozzunk, adjunk hálát az Úrnak, pedig közben elhangzott azért az, hogy sok minden hiányzik, vagy a szomszéd szobába ott feküdt egy gyógyíthatatlan beteg gyerek, vagy egy nagyon súlyos állapotban lévő nagymama. A múltkor olyan helyen voltam, hogy mind a két nagymama nagyon súlyos állapotban ott feküdt a szomszéd szobában, aztán oda is átmentem persze, de bizonyos dolgokat kint akartak megbeszélni, és mégis békesség volt, reménység, derű, elégedettség, és még lépten nyomon az is kiderül, hogy a maguk keveséből is örömmel tudnak adni másnak, a másiknak, akinek szintén kevese van, amott meg minden kevés, mindenki gonosz, csak ők nem. Nyilván az előbbi az maga a pokol, ahol fogni lehet az, hogy Isten nélkül próbálnak élni, emitt meg egy kicsi mennyország valósul meg, Jézus tényleges jelenléte, uralma, és árad az ő békessége, az ő öröme azokba és azokon keresztül másokra is, akik ő benne hisznek. Nos, a Biblia elsősorban úgy beszél a mennyről és a pokolról, mint ami állapot. De néha úgy is, mint ami hely. Vannak, akik ez utóbbit tagadják, de hát azért egy-két igét majd említek, amit úgy is ismernek a testvérek, és hogy nem lehet azt tagadni, hogy mintha az nem hely lenne, csak azért ennek speciális jelentése van. De a fontosabb az, mert erről szól a többige, hogy a pokol is, a menny is állapot. Pokoli állapot az, ahol Isten uralmát tagadják, távol tartják, és ott van a mennyország, ahol Isten jelenlétében akarnak élni emberek, ahol nem én uralom van már,
hanem a királynak, Jézus Krisztusnak az uralma megvalósul. Mert ahol azt hiszik emberek, hogy ők lehetnek a maguk urai, ott önmagukkal vannak összezárva. És ezeket az embereket elhiteti az ördög mindig azzal, hogy lehetnek a maguk urai, hogy ne vegyék észre, hogy a sátán rabságában vannak. Aki bűnt cselekszik, rabszolgálja a bűnnek, mondja Jézus, és utána még élesebben beszél ugyanezeknek a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, mert nem hisztek én bennem. Ez a pokol. És ahol Jézussal együtt élnek emberek, és ez az együttélés a hívő élet, és tudatosan az ő uralmát keresik, keressétek először Isten úrságát, országát és az ő uralmát, és ezen kívül minden megadatik néktek. És megint mondom, ez mind a kettő már, ez a két állapot már itt elkezdődik. Ugyanakkor van egy-két ige, aminek alapján azt mondhatjuk, hogy a mennyi és a pokol valamilyen értelemben hely is. A János 14 elején mondja Jézus, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, és majd magamhoz veszlek titeket, és ti is ott lesztek, ahol én vagyok. Ugye látjuk, hogy ez a mennynek a lényege. Ott lenni, ahol Jézus. De milyen nagy dolog, hogy ez elkezdődhet már itt, a földön. Nyilván ez csak egy kis kóstoló, ízelítő, előleg az igaziból, de az igaziból előleg az Úr Jézussal való közösség már itt. Csak azt szokták mondani, hogy nyilvánvalóan, vagy legalábbis inkább így mondom, ezt tételezhetjük fel a néhány bibliai ige alapján, hogy olyan helyek ezek, amik nem a térben léteznek. Az meg milyen hely? És itt kell azt mondanunk, hogy itt megáll az ész. Mert ha nem földrajzi hely, akkor az milyen hely? Mi csak földrajzi helyekben tudunk gondolkozni. Jézus azt mondja, hogy helyet készítek, sok lakóhely van, de hogy ez nem földrajzi hely, az biztos, akkor milyen? Na akkor kitalálnak egy ilyen okos megállapítást, hogy nem a térben létezik. Én azt javasolom, hogy itt fejezzük be ezt a témát, mert ezt nem tudjuk tovább fejtegetni, és nincs is értelme. Most ez olyan fontos, hát ha én már itt most az én Urammal lehetek együtt, akkor most miért fontos az nekem, hogy földrajzi vagy nem földrajzi, meg ilyen értelemben, meg olyan értelemben. Tény az, hogy Jézus használja ezt a szót, hogy hely, akkor nyugodjunk bele, hogy van másfajta hely is, úgy látszik. És ugyanez a helyzet a pokollal is. Na most, amit ezek után még tudnunk kell, meg még azért egy-két fontos dolgot, igen, hogy csak ebben a földi életben lehet átmennünk a pokolból a mennyországba. Mindnyájunknak át kell mennünk, mert mindnyájan a pokolra születünk. Ezt már sokszor tisztáztuk, most nem akarom ismételni az előző napok előadásait. Az, hogy Istentől elszakadt az ember, az azt jelenti, hogy belegyalogolt az Isten nélküli állapotba, a pokolba. Ebbe születünk bele, Isten különös kegyelme az, hogy megmaradt a szívünk mélyén a honvágy. A legelvetemültebb, legistentelenebb ember is olykor érzi azt, hogy nem a helyemen vagyok, valahogy nem jól érzem itt magamat. Nem tud ő ezekről a dolgokról még semmit, amit az ige mond, de vágyakozik vissza. Maga sem tudja, hogy hova. Többször tapasztaltam ezt is beszélgetések során, amikor kereső emberek elmondják, hogy mi hiányzik az életükből és mire vágynak, hogy sorolhatnám a bibliai helyeket, hogy ez mind az, amit az Isten közelség jelent, és amit ott meg is fogsz kapni, hogyha visszatalálsz Istenhez. Nagyon találó az a kifejezés, nem tudom, hogy kitől származik, hogy egy Isten arcú űr van a lelkünkben. És próbáljuk ezt kitölteni akármivel, sokszor egész közönséges dolgokkal is, alkohollal, aktivitással,
dicsőségvágyjal, utazással, szexel, és nem tudjuk kitölteni. Mert az Isten arcú ült, csak az újra megtalált Isten jelenléte tölti ki. Ágoston is valami efélét akart megfogalmazni nyilván, mikor azt mondta, hogy nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg benned meg nem nyugszik Istenünk. És nem tudjuk nyugtatókkal kielégíteni a szívünket, amíg a hiányzó Istennel nem találkozunk. Tehát elszakadtunk, a pokolra születünk, van bennünk honvágy, Jézus lehetővé tette a visszatalálást, erről is volt szó, ezt se akarom most ismételni, és az újjászületésben egy nagy restauráció történik, egy nagy helyreállítás. Ahogy Shakespeare írja, hogy kizökkent az idő, ó kárhozat, hogy én születtem helyrehozni azt, a kizökkent életünket visszazökkenti Isten szent lelke az újjászületésben, és újra a helyén érzi magát az ember. Ezt tette lehetővé az Úr Jézus, de erre csak ebben a földi életben kerülhet sor. Majd erre még a végén visszatérünk. Nagyon elterjedt ez a téveigés, hogy a halál után is lehet sorsváltoztatást végrehajtani, de a Biblia határozottan mondja, hogy nem lehet. Igen. Na akkor egy picit részletesebben még arról, hogy mi a bibliai tanítás a pokolról és a mennyről. Azért kezdem a pokollal, mert ott kezdjük mindnyájan, abba születünk bele. A Biblia nem fest groteszk képeket a pokolról. Sajnos ezek terjedtek el, hogy üstökben ördögfiókák sütögetik az elkárhozottakat. Ilyenekről a Bibliában nincsen szó, de szent komolysággal szól nekünk Isten igéje arról, hogy a bűnbánat, ha nem kész bűnösnek, az Istentől örökre elszakítva kell léteznie. És nem megsemmisülés a halál, az sokkal könnyebb lenne, de aki visszautasítja Isten kegyelmét, az megpecsételi a maga sorsát örökre. Aki Isten nélkül akar élni, élhet úgy, de ha egész a haláláig ezen nem változtat, akkor örökre úgy kell maradnia. Erről a Szentírás megrendítő komolysággal ír, úgyhogy soha nem szabad ezzel viccelődni, meg tarifálkozni, mert nagy-nagy tragédia ez. És itt szeretném javasolni, hogy olvassuk el együtt most a Lukács evangélium a 16. részéből a gazdag és Lázár történetét. Azt tudnillik, nem példázat, hanem történet. Ez is elterjedt tévedés, hogy példázat. A példázatban Jézus nem nevez néven soha senkit, és egyébként sem úgy mondja el, mint a parabolákat, a példázatokat, hanem úgy, mint egy történetet. És próbáljuk ezt együtt elemezni most. Lukács 16:19. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelébe. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötörődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötörődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik,
te pedig gyötődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. De az egyre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Mindnyájan ismertük ezt a történetet, el is tudtuk volna mondani, de most ebből a szempontból, hogy menny és pokol, melyiket mi jellemzi, melyikben mi van, mit mond erről Jézus. Ebből a szempontból menjünk végig rajta. Röviden bemutatja Jézus a 2 szereplőt, a gazdag, aki teljesen értelmetlenül és indokolatlanul naponta nagy lakomákat rendez, mert megteheti, és a koldús, akihez csak a kutyák mennek oda. Egyszer olvastam egy prédikációt, aminek az volt a címe, hogy a kutyák embersége és az ember kutyasága. És erről a történetről szólt, tartalmas jó prédikáció volt, de ilyen különös hangvétele volt végig. Nos, ez a 2 szereplő. És utána rövidre zárja Jézus a dolgot, mind a 2 meghalt. De itt kezdődik az, amire föl kell figyelnünk. Tehát a 22. vers így hangzik, történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelébe. Jézus zsidóknak beszélt, a zsidóknak az Ábrahám kebele jelentette azt, hogy mennyország, üdvösség, paradicsom. Tehát ez azt jelenti, hogy az üdvösségbe került. Ebből a mondatból mit figyelhetünk meg? Először is van benne egy kicsi szó, ami itt nagyon hangsúlyos. És, tehát, hogy van folytatás, hogy van ezt, tessék mondani. Történt pedig, hogy meghalt a koldús. Erre sok ember azt mondja, hogy pont, be van fejezve. Hogy és? Hogy mi van, hogy utána még van valami? Azért ez nem természetes ám sok embernek, ma sem. Van folytatás, mégpedig Jézus tanítása szerint ilyen magától értetődik a folytatás. Csak a földi része fejeződik be, nem pont a halál az életünk mondatának a végén, mert még nincs vége. Nem is kérdőjel, hogy jaj, mi van utána. És nem ijesztő felkiáltó jel, mint az én egyik nagynéném előtt nem volt szabad kiejteni. Ezt, hogy halál, ha gyászjelentés hozott a postás, nem volt szabad megmutatni neki. Egyszerűen nem volt hajlandó szembenézni ezzel, hogy egyszer hold biztos, hogy mindnyájan meghalunk. Hát jobb ezzel idejében szembenézni, ha ez mindnyájunkra vár. Nos, tehát folytatás van, ebben nekünk bizonyosaknak kell lennünk, hát azt hiszem, hogy bizonyosak is vagyunk, és még valamit megfigyelhetünk, hogy meghal, és... Igen, de mikor? Azonnal, rögtön. Tehát rögtön oda kerül valaki, ahol az örökké valóságot el kell töltenie. Meghal, és azonnal a mennybe kerül, a gazdag meg azonnal a pokolba kerül. Egyrészt tehát van folytatás, van és mind a 2 mondatban, másrészt azonnal oda kerül valaki. Tehát a halálunk pillanatában eldől az örök sorsunk. Akkor Jézus miről fog beszélni az utolsó ítéletkor? Beül az ő bírói székébe, és nem ott dől el? Nem, az a halál pillanatában eldől, Jézus ott csak kihirdeti, közhírré tétetik. Az, ami megtörtént már a halálunk pillanatában. Ez egyébként az úgynevezett tisztító tűzre is vonatkozik, de bocsánat, hogy ilyen köhögős lettem most, de arról majd még részletesebben beszélünk.
Itt most csak ezeket rögzítsük, mert annyira tartalmas a mi Urunknak a tanítása, hogy szinte minden szónál érdemes lenne megállni. Tehát az biztos, hogy szegény és gazdag is meghal, az is biztos, hogy folytatása következik, hogy mi lesz a folytatás, a halál pillanatában végérvényesen eldől, megváltoztathatatlanul eldől, és mind a ketten a végleges helyükre kerülnek. Lázár az üdvösségbe, Ábrahám kebelébe, a gazdag a pokolba. Na most a gazdagnak milyen élményei vannak, mit tapasztal? 23. vers. Gyötrődik, kínok között gyötrődik. Tehát a pokolban szenvedés van. Most ezt nem kell kiszíneznünk. Van utalás arra, hogy valamiféle fizikális, testi szenvedés is van, bár ott az ember nem ebben a fizikai testében van, de mindenképpen szenved. Mi miatt szenved? Valószínű, igen, vannak ilyen utalások is, hogy a lelkiismeret bántja, tudnédik, ez olyan értelemben bántja, hogy magam miatt kerültem ide. Senkit nem vádolhatok. Nem Isten az oka, nem a barátaim, akik a rossz utakra vittek. Miért mentem velük a rossz utakra? Én vagyok az oka. Az önvád gyötri az elkárhozottakat. Azon kívül a legszörnyűbb kint a reménytelenség jelenti, hogy ezen nem lehet változtatni. Ugye mi minden evangelizációkor azt hirdetjük, hogy ma még lehet, ma még szabad, gyere, még tart a kegyelmi idő, nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül hív most minket Isten, még jöhetsz. Ez mind a reményt éleszti a sokszor elcsüggető vagy reménytelen emberben. Ott azonban nincs remény, nincs sorsváltoztatási lehetőség. A lehetőségek sora lezárult. Ez borzasztó, ha egy picit is belegondol az ember. Én egyszer éltem ezt át fiatal koromban. Egy nagy lehetőség volt, és édesapám bátorított, hogy vágd bele, csináld. És nem mertem, meg titokban abban reménykedtem, hogy majd később is lehet, és azt már soha többet életemben nem lehetett. Aztán így volt az jó, tudta Isten, hogy mit akar ő én velem, de akkor ez valami mérhetetlen keserűséget hívott elő bennem, hogy végérvényesen befejeződött valaminek a lehetősége. És én akkor nem hallgattam meg, és soha többet nem fog fölkínálkozni. Most ez ilyen értelemben, hogy egy örökké valósága, ez rettenetes lehet. Hisszük, hogy ettől megkímél minket Isten, és ezt nem fogjuk átélni. De ez szörnyű lehet, hogy nincs lehetőség. Csak egy valamire gondolja, hogy van lehetőség, hogy enyhítsék valahogy a kínjait. És hát ha már van egy ismerős, akit látott a távolban, akkor megpróbálja az összeköttetést föleleveníteni, és megszólítja távolról Ábrahámot. Azért csak távolról látja ő, hogy mi van az üdvösségben, és protekciót kér, hogy utasítsa Lázárt, hogy legalább egy csöpp vizet az ajkára vagy a nyelvére itt úgy mondja hozzon, mert gyötrődöm ebben a lángban. És innentől kezdve többször ismétlődik ez, hogy de. Ami azt mutatja, hogy nem lehet. De. Mit mond Ábrahám? Jusson eszedbe, most ő vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. És a 26. versben van egy fontos tanítás. Ezen felül közöttünk és köztetek nagy szakadék tátong, és itt nem lehet jönni-menni. Hát hogy gondolod ezt, hogy onnan valaki idejön, innen valaki oda megy, vagy hogy? Hát itt végérvényesen lezárultak a sorsok. Az emberek léte nem zárult le végérvényesen, vannak szekták, amik ezt tanítják, hogy a halál megsemmisülés, az nem zárult, de a sorsuk lezárult. És a sorsukon nem lehet változtatni. Erről mondjál le, enyhíteni sem lehet. Itt semmiféle könnyebbedést már nem lehet elérni, összeköttetésekkel sem. Mi itt vagyunk, ti meg ott vagytok, és ezen a szakadékon át nem lehet közlekedni. Akkor újabb gondolata támad a gazdagnak, és itt egy picit álljunk meg, hogy nem érdekes ez, hogy
Mi az érdekes ebben? Sok minden, de tessék, hogy gondolkozik. Tehát a tudatunk úgy látszik megmarad a halál után is. Gondolkozik, sőt érzései is vannak, a testvéri összetartozás. Felelősséget érzek azokért, akikkel egy fészek alja voltunk. Tehát úgy látszik, hogy a tudati élete az megmarad az embernek a halál után is, és előáll ezzel az újabb kéréssel, hogy ha már hozzám nem jöhet Lázár, hogy könnyítsen a kínjaimon, hát mit csináljak, akkor tudomásul veszem a sorsomat, de éppen mivel ilyen szörnyű a sorsom, ne legyen már ilyen a testvéreimé, akkor küld el hozzájuk, én innen már nem tudom figyelmeztetni őket, de Lázár biztos visszamehet, és figyelmezteti őket. És itt is ott van a de. És azt mondja Ábrahám, hogy ez se lehet. Mert a halottak, most bocsánat a csúnya kifejezésért, nem mászkálhatnak vissza az élők közé. Sem a kárhozatból az üdvösségbe nem lehet már jönni-menni, sem a halálból az élők közé. Ilyen nincs. Viszont Ábrahám, éppen mivel Ábrahám, elmondja, hogy mi lehet segítség a testvérek számára. Ez, hogy Mózes és a proféták, az Ószövetség összefoglaló elnevezése volt. Ez volt az akkori Biblia. Akkor még nem volt leírva az Új Szövetség, ugye? És itt Ábrahám azt mondja, hogy van Bibliájuk. Olvassák és vegyék komolyan azt. És akkor nem kerülnek oda a gyötrelem helyére, ahol te vagy, ha hisznek annak. Egy lehetőségük van a megmenekedésre. Az igét befogadni. Mert a hit hallásból van, mégpedig Isten igéjének hallásából, néha az olvasásából. Az ige segíthet rajtuk csak. Ez megint egy elrejtett, de nagyon fontos üzenet ebben. Jézus nagyon sokkal becsülte az igét, az ige erejét. Az ige segíthet rajtuk. Akkor jön egy harmadik ötlet, hogy rendben van, elhiszem, hogy igaz, amit mondasz, de mondja nekik valaki, aki visszajött a halálból. Mert hát, ha nem jut el hozzájuk egy élő, szeretné bebiztosítani a követet a testvérekhez, hogy mondja nekik. És ez már csak egy befejező mondat, de megerősíti az előzőket. Ha az igére nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Tehát, ha csodákat látnak, az sem győzi meg őket. Az ige. És az ige által a Szentlélek győz meg mindnyájunkat. Tulajdonképpen tele van ez a történet nem csak tanítással, hanem örömhírrel is. És nem csak a halálról és a halottakról van itt szó, hanem Jézus ezt az élőknek mondta el, azzal a céllal, hogy fogadjátok be ti is az igét, és ne a halálatok után kezdjetek majd kapkodni, mert akkor már hiába. Ott már nem lehet rajtatok sem segíteni, és onnan nem tudtok másokon sem segíteni. Az élőkön keresztül segít Isten úgy, hogy küldi nekik az igét. Elnézést, de közben itt nagyon sötét lett, esetleg föltetszenének gyújtani, mert egy 10 perce kisütött a nap is, kora délután. Nagy harc van itt a sötétség és a világosság között. Na, én most azért gondoltam, hogy így közösen menjünk végig ezen a történeten, nem mintha föltételezném, hogy bárki ezt eddig nem ismerte, de Jézus egyszerre sok mindenről tanított itt, és elegészen a spiritizmusig, amire majd egy kicsit visszatérünk, itt fontos tanítások vannak. Ő szerinte teljesen lehetetlen, hogy élők és holtak közlekedjenek, kommunikáljanak, ahogy ugye ma elegánsan szoktuk mondani. Ilyen nincs. Ott a nagy szakadék, és azon nincs híd. Se kárhozat és üdvösség között, sem halottak és élők között. Akkor viszont kimozgatja az asztalt meg a poharat, majd erről még röviden beszélünk. Ennyit tehát arról, amit itt a pokolról megtudhatunk. Nagyon hangsúlyozza itt Jézus, hogy gyötrelem van, kínok vannak, nem részletezi, hogy milyen kínok és milyen gyötrelem. Azt tudhatja az elkárhozott, hogy ő az oka, azt is tudhatja, hogy ennek nem lesz vége, ez borzasztó.
de megtudhatjuk belőle, hogy az ige befogadása segít át minket a pokolból a mennyországba, de csak ebben a földi életben. Utána már nem lehet változtatni. Na most itt fölmerül a kérdés, és ezt többen nekem szegezték már, hogy egyáltalán elképzelhető ez? Hát a szeretet Istenéről feltételezhető, hogy örök szenvedésre engedi vagy küldi azokat, akik nem viszonozták az ő mentő szeretetét, vagy nem fogadták el? Én azt hiszem, nem, ez teljesen mindegy, hogy én mit hiszek, én azt akarom hinni, amit az ige mond. És az ige azt támasztja alá, amit egyszer valaki ebben a helyiségben mondott, hogy az elfogadott kegyelem az új élet, és a visszautasított kegyelem az ítélet. És a visszautasított kegyelemnek valóban ilyen szörnyű következménye van, mivel hogy Isten nem erőszakos, és nem erőszakolja ránk az üdvösséget. Nem rángat és lögdös be senkit a mennyországba. Örömmel láttuk az elmúlt napokon is, hogy nyitva van az ajtaja, Jézus kinyitotta, hangzik az ige, nekünk is van Mózesünk és prófétáink, sőt még Jézus Krisztusunk is, és az ő apostolai, és az átsegíthet bennünket. Egyébként pedig az ilyen roppant humánus kérdések mögött, hogy vajon megengedheti-e Isten, hogy ilyen szörnyűség történjék, az van, hogy nem ismerjük sokszor Istent. A Biblia nem csak azt mondja, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten gazdag a kegyelemben és bővölködik a megbocsátásban, hanem ugyanennyit beszél az Isten szentségéről is, az Isten igaz voltáról, és arról, amit éppen ezekben az években itt kicsiny hazánkban egyre többen nem vesznek komolyan, hogy nem lehet következmények nélkül vétkezni. Ez minket most nagyon megtéveszt, hogy viszonylag hosszú ideig sokan, potentátok is, meg kisemberek is, következmények nélkül vétkezhetnek. Ebből alakul ki az, amit idéztem valakitől, hogy bűn az, ami kiderül. És ha nem derül ki, nem vagyok bűnös. Egy egészen torz szemlélethez vezet, és torz Isten képhez is vezet. Ha mi az Isten szentségét, egyedülálló nagyságát, igaz voltát elfelejtjük, és azt, ami a Bibliában benne van, hogy bűn gyűlölő az Isten. És aki a bűnéhez ragaszkodik, és nem változtat ezen, az is az Isten haragja alatt marad. Na, ennyit a pokolról, és akkor a mennyről. Ennél rövidebben csak egy-két igére emlékeztetek a jelenések 21-ben, ahol már enged bepillantanunk is a mennybe a Szentírás. Van ez a egyszerű, de sokat jelentő mondat, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Vagyis az Isten szüntelen jelenlétét írja ott le részletesen a 20.-21. fejezet. Az Isten szüntelen jelenléte, ez a menny. Amikor a tesszalonikai levélben a feltámadásról, utolsó ítéletről, örök életről ír az apostol, ő is azt mondja, hogy és ott mindenkor az Úrral leszünk. Ez a lényege. Mindenkor az Úrral leszünk. És hát azért a legfontosabb az, amit Jézus mond erről, az imént már idéztem a János 14-et, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, és majd magamhoz veszlek titeket, és ti is ott lesztek, ahol én vagyok. Egyszer valaki nagyon kíváncsiskodva firtatta ezt, hogy mit fogunk ott csinálni, nem lesz-e az unalmas, és egy kedves idős lelkész tartotta azt a bibliaórát, és újra csak ezt mondta, hogy vele leszünk. És az biztos, hogy nem lesz unalmas. Vele leszünk. Az ő jelenléte és az ő jelenlétében való elmerülés, ez maga az üdvösség, ez a mennyország. És megint mondom, hogy azért egy-egy kicsi ízelítőt ebből itt is átélhetünk már az ő kegyelméből. Hát ha most úgy elkezdenénk beszélgetni, biztos, hogy sok személyes tapasztalatot elmondanának a testvérek. Egy-egy különösen megáldott imádságról, egy-egy Szentlélek által levezetett ige alkalomról,
vagy egy-egy szolgálatunkról, amikor mi tudtuk leginkább, hogy ez nem én voltam, ez a jelenlévő Jézus Krisztus volt. Úgyhogy ne felejtsük el ezeket, és adjunk hálát ezekért mindig. Sőt, tudatosan kezdjünk el a mennyországban élni, és maradjunk mindig a mi Urunk jelenlétében. Néha elcsámborgunk onnan, elmegyünk külön utakra. Maradjunk mindig az ő jelenlétében. Befejezésül néhány olyan félreértést vagy vitatott kérdést szeretnék még megemlíteni, ami a menny és pokol témakörével kapcsolatban újra és újra előjön. Említettem már, de nem részleteztük, hogy a Biblia tanítása szerint a halál nem megsemmisülés. Több olyan protestáns kisegyház vallja ezt, amelyek egyébként a Bibliához akarnak ragaszkodni, de ezt valahogy a fejükbe vették. A Biblia beszél arról, hogy ez a testünk porrá lesz, mert porból vétetett, de az ember több, mint ez a 60-70-80 kilónyi akármi, és az a több, az túléli a meghalásunkat. Én, most mondom így, az én személyiségem, az túléli, és majd a Krisztus második eljövetelekor a hívők dicsőséges testet kapnak, és abban élünk tovább úgy, hogy a személy azonosságunk megmarad. Ez is a Biblia tanítása. Tehát nem semmisülünk meg. Erről már beszéltünk, ez a másik, hogy amilyen állapotban a meghalás ér bennünket, az az állapot válik véglegessé. Abban maradunk örökké. Ha Krisztus közelben az üdvösség, ha hitetlenül, akkor az. Na most itt viszont gyakran fölmerül egy tévedés, hogy és ha éppen a halálom előtt valami bűnt követtem el, akkor én most, mint hívő ember elkárhozom. Hát nem erről van szó. Hát láttuk azt, hogy a bűn az egy állapot. Az újjászületettség is egy állapot. Az újjászületett ember is követhet el bűnt, és lehet, hogy éppen a halála előtt még nagyon haragos, vagy nem tudom én mit csinált, de attól ő Isten gyermeke. Az nem semmisíti meg az ő új állapotát, hogy ő a Krisztusban van. És többször láttam már azt, hogy Isten még arra is készít alkalmat, hogy az utolsó pillanataiban is bocsánatot kérjen az utolsó pillanataiban elkövetett bűneire. De ez nem zökkent ki minket abból, az elveszíthetetlen, hogy ő befogadott minket, és az ő gyermekei lettünk. Aztán ugye mi lesz azokkal, akik sose hallottak Jézusról? Itt meg azt kell komolyan vennünk, hogy Isten kegyelme szabad. Ő bárkinek adhat üdvösséget, de azt mi tudjuk, hogy a Jézusban való hit a döntő. Aki már hallott Jézusról, azokat a Jézushoz való viszonyuk alapján ítéli meg. Akik még sosem hallottak róla, a Római Levél második részében ír erről Pál, azokat nem annak alapján ítéli meg, azoknak a szívébe is be van írva egy bizonyos törvény, azokat annak alapján, meg az ő szabad kegyelme alapján ítéli meg. Mi ne hasonlítsuk Istent egy olyan bíróhoz, akit kötnek a törvények. Istent semmi sem köti. Az általa hozott, nekünk adott törvények sem. Ő fölötte áll mindennek. Ezt így szokták mondani, hogy Isten szuverénitása, és ezzel ugyanúgy nem barátkoztunk meg, mint ahogy az Isten szentségével és igazságosságával, és azt szeretnénk, hogy ő nézzen félre, ezt is olyan több sokszor hallottam már, ha én vétkezem, nézzen félre, mint egy jóságos nagyapa, és ne vegye róla tudomást. Ő nem néz félre. Ő mindent lát, és mindennek következménye van. De mindenre van nála bocsánat is. Azt is tudjuk, hogy Jézusra tekintettel kapnak üdvösséget azok is, akik őt nem ismerték, vagy nem hittek benne, vagy ő előtte éltek. Ugye itt is Ábrahámról van szó. Ábrahám hogy került az üdvösségbe, mikor ő nem is hallott az Úr Jézusról? Jézus tesz egy célzást egy esetben arra, hogy Ábrahám is várta az én napomat. Az előtte levő hívők is
őrá való tekintettel kapnak üdvösséget. De ennek egy része megint titok. Arról volt szó, hogy nem a Krisztus visszajövetelekor bekövetkező ítéletkor dől el a sorsunk, hanem akkor ő csak kihirdeti, és akkor foglaljuk el a végső helyünket. Addig is az üdvösségben van az üdvözült, meg a kárhozatban az elkárhozott, de valaki egyszer így mondta, és azt hiszem, hogy van ebben valami igazság, hogy addig börtönben vannak, attól kezdve fegyházban, ahonnan már aztán végképp nincs, hát az előbbiből sincs visszaút. Majd erről inkább holnap beszélünk, az ő visszajövetelével kapcsolatos dolgokról. Viszont a Biblia nem tud arról, hogy végül mindenki üdvözülni fog. Mert az Isten szeretetét hangoztatók nem csak az örök kárhozat ellen tiltakoznak, hanem az ellen is, hogy hogy bárki is ne juthatna be az üdvösségbe. Hát az Isten szeretete olyan végtelen nagy, stb. És itt a mindenek helyreállítása kifejezésre épült föl egy egész elmélet, és erről könyvek jelentek már meg, hogy Isten szeretete oly nagy, és a Krisztusban kapott váltság annyira általános és kozmikus, hogy a végén mindenki üdvözülni fog, tekintet nélkül arra, hogy hit nem hit. Hát erről sehol nincs szó a Bibliában. A mindenek helyreállítása az azt jelenti, hogy az új jégben és az új földben, ahogy Péter írja röviden, igazság lakozik. Tehát újra megvalósul a bűneset előtti állapot. De ez nem azt jelenti, hogy minden egyes ember üdvözülni fog. Semmiképpen nem. Lehet, hogy ez jó lenne, kedves lenne, örülnénk neki, de a Biblia nem ezt tanítja. Ugyanígy nem tud a Biblia arról sem, hogy lenne egy harmadik féle állapot, az üdvösségen és a kárhozaton kívül egy közbülső állapot, ahova azok kerülnek, akikről nem lehet megállapítani, hogy most elég sok jót tettek, mert körülbelül annyi jót is tettek, mint amennyi bűnt elkövettek. De egy kicsivel több bűnt követtek el, mint amennyi jót, és ők még utólag bejuthatnak a mennyországba. Ezt tanítja a purgatóriumról, vagyis a tisztító tűzről szóló tan. Hogy van, aki egyértelműen gonosz, az elkárhozik. Emez egyértelműen jó, ez üdvösséget kap a halálakor. De vannak ilyenek, akikről nem lehessen tudni, illetve majdnem, ott bejuthatott az üdvösségbe, de még egy kicsit szenvednie kell. És a tisztító tűzben levezekeli ezeket a bűneit, és utána ő is bemehet a mennyországba. Hát ilyenről a Biblia nem tud. Jézus mindig két állapotot említ, olyan radikálisan, mint itt a gazdag és Lázár történetében is. Akkor honnan veszik a római testvérek ezt a tanítást? A korintusi első levél harmadik részéből, ahol ezt olvassuk, más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, aki a Jézus Krisztus. De meglássa, hogy ki mit épít rá. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. 1 Korintus 3, 10, hánynál járok már? 13, 13. Hogy kinek-kinek a munkája mit ér, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amit ráépített, megmarad, jutalmat kap. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint egy tűzön át. Most erre épült föl ez a tanítás. Na de miről van itt szó? Azt mondja Pál, hogy egy alap van a Jézus Krisztus. Ti mindnyájan erre az alapra építettetek. Tehát eleve hívőkhöz beszél. De azt mondja, vigyázzatok, hogy mint hívők hogyan fogtok élni. Mert élhet valaki értékes hívő életet, aranyat, ezüstöt, drága követ épít rá a fundamentumra, a másik meg ugyanarra a fundamentumra, éghető dolgokat, szalmát, szénát, pozdorját.
Tehát vannak hitványhívők is. És ti ne legyetek hitványhívők. Az alap azonos. Jézusért üdvösséget kaptok. De amikor eljön majd az ítélet napja, ami tűzben jelenik meg, akkor kiderül, hogy mi mindent csináltatok ti földi életetekben, vagy semmit se csináltatok, és éppen csak ti menekültök meg, úgy, mint aki egy égő házból kiszalad, mint egy tűzön keresztül. Nekem ez az ige azért egyértelmű, mert gyerekkoromban láttam ilyet. Kigyulladt az utcánkban egy ház, éjjel jöttek a tűzoltók, persze fölébredt az egész utca, mi gyerekek is ott leselkedtünk, és láttam, ahogy mentik ki a tűzoltók a házból az embereket, és utolsónak, amikor már azt hitték, hogy nincs benne senki, utolsónak kiszaladt még egy bácsi pizsamában. Már az ajtó tok is lángolt, amin keresztül kijött, és utána láttam, hogy a pizsamájának a széle is megpörkölődött. És nekem mindig ez a kép jut eszembe, hogy annak a bácsinak mindene bent égett. Semmit nem tudott kihozni magával. Ha volt takarékkönyve, az is, fényképek, igazolványok, bútor, könyvek, minden. Csak a puszta életét mentette meg, még azt is, hogy megperzselődött egy kicsit. Nos, így üdvözülnek azok, akik elherdálták az életüket, nem vezettek oda Jézushoz senkit, nem hoztak dicsőséget az ő nevére, úgy éldegéltek, mint hívők, mivel hívők voltak, Jézusért kaptak üdvösséget, de gyümölcstelen életük volt. Itt erről van szó. Nem arról, hogy a tűzön át megtisztul az ember, és utána mégis üdvözülhet. Ezek üdvösséget kaptak, mert arra a fundamentumra építettek. Tehát ez egy igének a félreértéség, egy igének a félreértése, előfordulhat ilyen, nagyon vigyázzunk arra, és őrizzük egymást is ettől, hogy nehogy félmagyarázzunk igéket. Nem tud a Biblia tisztító tűzről, nincs ilyen átmeneti állapot, eldől a halál pillanatában, mint ahogy olvastuk a Lázár történetében, és utána nem lehet változtatni rajta. Viszont Pál igéje meg arra figyelmeztet, hogy ne tékozoljuk el az új életünket. Ne csak annak örüljünk, hogy nekem üdvösségem van, hanem mentő szeretettel vigyünk oda az Úr Jézushoz másokat is. Na hát lehet, hogy itt abba is kell hagynunk. Még a spiritizmust említettem, az angyalokról most ne beszéljünk. A spiritizmusról is sok mindent tudnak a testvérek. A Lázár történetéből az is kiderül tehát, hogy nem engedi azt meg Isten, hogy halottakat meghívjunk, akárcsak úgy is, hogy mondjanak nekünk valamit. Tehát amikor az asztaltáncoltató spiritista azt ígéri, hogy az elhunyt nagypapától megkérdezzük azt, hogy, akkor ott nem a nagypapa válaszol. Ez a 1 Sámuel 23-ból is kiderül, ahol Saul ugye az endori asszonynál megidézteti Sámuelt. Hát ez elképzelhetetlen, hogy Isten megengedje, hogy egy ördöngős asszony az ő áldott prófétáját halála után még zaklassa, és ott bármi buta kérdéssel ostromolja. Hanem akkor mik azok, amik beszélnek a szeánszokon? Minden valószínűség szerint olyan démoni lelkek, vagy maga az ördög, ez teljesen egyelmegy, aki játszik sokszor azokkal, akik tőle akarnak segítséget kérni. Ő tud utánozni bárkit, és tudja utánozni a nagypapát is, és lehet, hogy az, amit mond, az helyén való, stimmel, beleillik a családi történetbe. Lehet, hogy csak valami általánosság, amit bárki mondhatna, ez teljesen mindegy. Lényeg az, hogy a spiritizmussal való foglalkozás következményei mutatják, hogy ott ténylegesen ördögi erőkkel kerül kapcsolatba a gyanútlan résztvevő is, és én többekkel beszéltem már, akik azt mondták, hogy hát én az egészben nem is hittem, meg nem is vettem komolyan, meg nem is én nekem mondtak ott valamit, csak kíváncsiságból ott voltam, vagy elhívtak, és utána mégis jelentkeztek nála a rossz következmények. A félelmek, kényszergondolatok, öngyilkossági késztetések, és így tovább, most nem sorolom a szörnyűségeket, és csodálkozott rajta, hogy hiszen ő nem is hitte,
és nem is azért ment oda, meg stb. Stb. Csak kíváncsi volt, hogy mozog-e az asztal, meg odébb megy-e a pohár. De aki bármi ilyen szívességet vagy élményt elfogad az ördögtől, azzal megfizetteti az árát, és a legnehezebben a spiritizmus következményeiből szabadulnak meg emberek. Jézusnak erre is van hatalma, és néhány csodálatos és végérvényes szabadulást láthattam, de nagyon keservesen tudnak ebből kijönni. Mert éppen a halottakkal való kapcsolaton keresztül, állítólagos kapcsolaton keresztül fogja az ördög legkeményebben az áldozatait. Úgyhogy véletlenül se kezdjünk ezzel játszani, és óvjuk tőle a gyerekeinket, unokáinkat is, mert ez tényleg olyan, hogy nem mi állapítsuk meg, hogy az arzén mérege vagy nem, és hát ha én nekem nem hat, mégis kipróbálom és belenyalok. Ez tényleg arzén. Az összes többi ilyen ördögi dolog is, mindenféle jóslás, varázslás, de ez a legszörnyűbb következményekkel jár.